Herczko Márton játékosként nyíregyházi színekben szerepelt az élvonalban, majd edzőként, pedagógusként, intézményvezetőként foglalkozott a fiatalokkal. A jövőben pedig már az egész megyei kosárlabdát felügyeli a szakember, aki, mint elmondta, a szövetség elnökeként az összefogás megteremtését és megtartását tekinti egyik legfontosabb feladatának. Mindig igyekeztem egy jó kapcsolatot kiépíteni akár mindenkivel, akár játékosként, akár pedagógusként, és én bízom abban, hogy a különböző egyesületekkel, tényleg akik markánsan szereplőit a Nyíregyház és a megyei kosárlabdának, tudunk egy olyan megegyezésben tovább dolgozni, amit Ernő is mindig szerintem szeretett volna elérni, hogy jó minőségű kosárlabda legyen a megyében, minél több játékos tudjunk kinevelni a felnőtt csapat, az első osztály csapat számára. Az elnök szeretné, ha nőne a megyében a játékosok száma, mivel a mennyiségből lehet a minőség irányába haladni. Most is megvannak a kapcsolatok sok várossal, az egyesületeknek vannak telephely, úgymond kis csapatai, ahol keretehetséget kell keresünk, de célom az, hogy én pedagógusként, iskolaigazgatóként is dolgozom a szakképzésben, van egy olyan kapcsolatrendszer itt a megyében az oktatási intézmények között is, hiszem azt, hogy az alapját az oktatási intézmények tudják adni az utánpótlás nevelésnek, és ha sikerülne felvenni minél több általános, és akár középiskolában, mint hogy Ernő is annak idején középiskolában kezdte el, akkor el tudnánk kezdeni ott egy-egy csoportot létesíteni, és akkor egyre több gyerek kapna kedvet, és talán egyre többen tudnának bejönni Nyíregyháza után tehetségként. Én ebben látom a jövőt, és ehhez pedig az anyagi források egyébként rendelkezésre állnak, hiszen a TAO-s rendszer segíti. Hogyha van új csapat, én azt gondolom, hogy lehet igényelni támogatást. Tényleg a prominens egyesületek itt a megyében ezt nagyon szépen úgy gondolom, hogy működtetik, felhasználják, elszámolnak, és ha ezt tovább csináljuk és tovább bővítjük, akkor csak jó lehet a vége. A megyebeli csapatok számára már elkezdődtek az utánpótlás bajnokságok. A felnőtt férfiaknál a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a jövő hétvégén Baján kezdi a szezont az NB1B piros csoportjában, a nőknél a nyíregyházi kosársulé pedig az amatőr NB1 zöld csoportjában szintén a jövő hétvégén a Kecskemétet fogadja.